A Malanje régió Angolában az ország éléskamrája, ez a farm az egyik legnagyobb. Kukoricát termesztenek az ország legnagyobb sörgyárának. A biznisz Angolában egy nemzetközi cégről lesz szó, amely már bizalmat szavazott a Malanje régiónak. A francia Castel csoport azért hozta létre ezt a farmot, hogy ne kelljen importálni a kukoricát, amely durvára őrölve a piacvezető angolai söreik alapanyaga. A csoport 5000 hektárra szerzett koncesziót a kormánytól, a farmot folyamatosan fejlesztik. A farm vezetője Sébastien Duc-Roquet megmutatja nekünk az aratást, amelyből a meleg időjárás miatt kettőt is tartanak évente. Idén mintegy 3000 tonna termésre számítanak. Sébastien, mitől izgalmas terep ez a mezőgazdasági befektetőknek? A Kwanza folyó közelében vagyunk, amely 5 kilométer hosszan a földünkkel határos. Mivel öntözni fogunk, ideális egy nagy folyó közelsége. Ezen kívül a föld jó minőségű, és jó a közlekedési összeköttetés a fővárossal, Luandával. A Kwanza folyó vízkészletére támaszkodva hamarosan csöpögtető öntözőrendszert állítanak munkába. Milyen befektetéseket terveznek? 2020-ban silókat és egy kukoricaszárítót építünk, amely 20 ezer tonna kapacitással bír majd. 5-6 éven belül pedig mindenképpen felhúzunk egy malmot, hogy itt tudjuk ledarálni a termést, és feldolgozásra készen tudjuk szállítani a sörfőzdéinknek. A munka egy részét kiszervezik, hogy el tudják látni a Castel 9 sörfőzdéjét, ezzel a helyi gazdaság fejlődését is előmozdítják. Más, hasonló angolai farmoktól is vásárolunk majd kukoricát, és egy keveset a környékbeli kistermelőktől fogunk beszerezni. Nyugatra tartunk a Castel egyik Luanda melletti sörfőzdéjébe, amely óránként több ezer üveg sört állít elő. A Castel csoport angolai vezetője a kalauzunk, a cégcsoport 5000 főt alkalmaz Angolában. A befektetés biztosan megtérül majd, mert az ország nagyon nagy, hatalmas növekedési potenciállal, fiatal lakossággal. Azt is jól tudjuk, hogy a gabonatermelést tekintve óriási lehetőségek rejlenek Angolában. Frédéric szerint a diverzifikáció és az import kiváltása nem csak a gazdaságnak jó, de a cégeknek is. Ma a nyersanyagok többségét importáljuk. Logikus, hogy az ipari befektetők megpróbálják a nyersanyagokat helyben előállítani. Mivel a diverzifikáció megéri a vállalkozásoknak, megéri a pénzintézeteknek is, mint a Standard Bank. A bank igazgatótanácsának egyik tagjával beszéltünk az ország éléskamrájává váló Malanje régióról. A Malanje régióban óriási lehetőségek rejlenek. Nem csak a mezőgazdasági potenciálról, nem csak a termékeny földről és a bőséges vízkészletről van szó, hanem a turisztikai potenciálról is. Sokak számára ez itt Angola aranya. Ez volt a Business Angola, az Euronews stábjának nevében köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.